Már majdnem egy teljes ország gyászba borult. Már majdnem az ország fele felvágta ereit. Már majdnem minden Imiszkó fan depresszióba esett. Hát mi történt? Majdnem 3 hete nem volt Vice City rész. Ezen most már ideje változtatni. Egyet értesz, örömlány? Ne rázzad itt a izédet, a málna testedet. Ezt igen, megveszem. Egyébként 43%-nál járunk a rész elején. És most ez a pigges security ember nekem ront, azt hiszi, hogy kicsinálhat. Hát tévedsz, my friend! Tévedsz! Oké, kinyírtam ezt is, de ott van még egy security is. Hát ez meg hova a rossebbe fut? Ez igen. Nyilván rájött valami elroham. Na minden esetre akkor bepattanunk, srácok, a cabi taxiba. És akkor nyomjunk egy caps lockot. Taxisofőr, keress utast! Saját villám előtt kezdem meg a taxizás, srácok. 4 részen keresztül taxizás lesz. Az úti cél a Marina az Ocean Beach-en. Várja, az Ocean Beach az első szigeten van. Tehát srácok, 4 részen keresztül taxizást fogtok lőni, közben meg későn szólok, de ne lőjetek már rám, köcsögök. 25 utast fogok egy-egy részben leszállítani, és a holnapi nap folyamán majd, hogyha minden jól megy, akkor ebből az első részt láthatjátok is, és akkor most 4 napon keresztül adagolni fogom a Vice City-t. Minden napra jutni fog egy mese, ha úgy tetszik. Ugyanis hát nagyjából 2 órán keresztül fog tartani ez a taxizgatás. Hát ja, fél órás részekre bekapcsolni a biztonságjövet. Közben elcsesztem az első szintet, úgyhogy ezt inkább belülről kezdem, mert ennek a felesem tréfa, és hát akkor úgy néz ki, hogy az első szigeten lesz megcsinálva a taxizás. Nagyon úgy fest, az ékszerbolt Vice Pointon. Jajajajajaj, húhú, megtáltosodott. Várja, Vice Point. Az a baj, hogy térképet nem tudok nézni, és ilyen hülye helyekre akarják, hogy vigyem őket. Nem jó, olyan helyre vigyetek, amit ismerek is. El az utamból! Mennyi már gyorsabban, komolyan mondom, hát nem hiszem el. Ugye a nép azt szavazta meg, hogy videóra vegyem mindenképpen a taxizásokat, mert hát, hogyha történik majd valamilyen hepajkodás. Az úti cél a Marina az Ocean Beach-en. De mi a rosszabb az a Marina? Most már komolyan mondom, légy szíves, valaki ezt írja már le kommentbe. Mi a franc az a Marina? Közben csoki fiú fater vett neki egy izét, choppert. Azt most erre veri a nyálát. Hát igen. Ezek a nigák már csak ilyenek. Ja, ez az a Marina. Aha, Mari hónaja. Lényegében a Corteznek a kikötőjében vagyunk. Ja. Hú, srácok, úgy érzem, hogy fel fog érni az örökké valósággal ez a 2 óra taxizás. De hát igazából majd elrepül az idő. Egyet már letettünk. Hú, királyok vagyunk. $105 fizetett. Kemény $105. Komolyan, $105 kaptam az első utastól. Ez igen. Jó, hát nem számítok olyan kevés pénzre, mondom őszintén így a taxizás végén majd. De hát azért, na, nem is gondolom azt, hogy ebből leszek millió. Most a úti cél a The North Point Mall Vice Pointon. Oké. Igazából az a baj, hogy a térképet nem nagyon tudom nézegetni, mert ugye valószínűleg akkor kifogyna a játék. Annyit kéne megtudni, hogy Vice Point az első vagy a második szigeten van, de szerintem hát Vice Point az első sziget. Egyébként valószínűleg, hogy a legszarabb helyen kezdtem el ezeket a mellékküldiket! Ájjáj, én is ezt mondom. Na akkor most már tényleg vegyük komolyabbra a dolgokat. A második szigeten kezdem meg ezt a taxis mellékküldit, úti cél pedig az Ocean Dokok. Oda megy szerény munkás bácsi. Látom bagó a szájban, egy hobó tetoválás a kézen. Minden jó. Jó van, bátya, te tudod. Egyébként most nem a dagadt cabi taxival vagyunk, ennek $148 fizetett. Köszönöm szépen, munkás ember, ez igen. Nem tudom, mondjuk izé, ki kilopta-e a malacpersejből a nagymamája megspórolt pénzét, vagy nem tudom, hogy miből tudott egy ilyen munkás ember $148 fizetni, nem tök mindegy. Egyébként itt a másik szigeten jobb lesz megcsinálni ezeket a mellékküldiket. Jobb is szeretem, megmondom az őszintét, ezt a második szigetet itt a Vice City-ben. Tehát ez valahogy jobban fekszik a számízének, mint az első sziget ott Amarra. Na, és akkor igazából második szint. Hát srácok, már most lassan kezdek ott tartani, nem tudom, hogy miről kommunikáljak veletek.
de igazából 100 szinten keresztül, hát agyamat eldobom, már ha lenne, 100 szinten keresztül mi a rosszabb, hogy fogom én ezt kibírni? Hát komolyan mondom, ez egy nagyon jó kérdés, és erre csak a nagyon bölcs úriemberek tudhatják a választ. Srácok, szerintetek agyfaszt fogok kapni, mire végigérünk? Na jó, nem kéne csúnyán beszélni, legalább most ne, kicsik is nézhetik a taxizást. Mert valószínűleg anyádat, köcsög csoki fiú, én is ilyenkor káromkodok. Mert valószínűleg, ez igen, így aztán egyszerű, jajajajaj, kiráncigált, a kurva anyádat. Komolyan mondom, elnézést a csúnya beszédé, most már nagyon ideges vagyok. Na mindegy, megint kezdhessük akkor előről. Természetesen ráncigálj még ki, ez az nulladik szint. Komolyan mondom, én ettől idegbeteg leszek, úti cél a rendőrség a raftámban. Én nem hiszem el. Úgy látszik, hogy jó döntés volt, srácok, az, hogy vegyem videóra. Csak hát igen ám, de látjátok, egy ilyen kis fail, egy ilyen szarjankó kiráncigál engem, és ez megesett a 99. szintnél is. Kiráncigál a 99. szinte, és akármennyire is felhúzom magamat, attól még elcsesztem. Attól még megkapom a mission fieldet, és újra meg kell csinálnom az adott utasokat. Most már az 5. szintnél lennék, hogyha nem lett volna ez a gebasz. Ez olyan hülyeség. Mindegy. Úti cél, a nem tudom mi. Úti cél. Nincs olyan, hogy úti cél. Úti cél. Ez igen. Milyen szexi kis szemüveg, add már kölcsön, tesóm. Video kill the radio star. Maga is énekel. Oh yeah! Közben láthatjuk itt Tominak azt a nagyon kis menci karját, vagyis vállát, ahogy éppen húzogatja. Mármint nem a kukiát húzogatja, hanem a kormányt húzogatja. Természetesen, mielőtt félreértésbe esnénk. Na és akkor kitesszük a nőstényt, és akkor fölvesszük ezt a gigolót, és akkor úti cél a pizzéria Daftamban. Jó van, Daftamban szívesen megyek, de... viszont Little Haiti-ba nagyon nem szívesen járok. Utálok Little Haiti-ban járni. Az egy undorító terület. Little Haiti-ban csak a ratyirambók tanyáznak. Egyébként, mint mondtam, 43%-unk volt a rész elején, srácok, és hát akkor lennám megint nagyon nagy szivacs, hogyha a mellékküldiket ugye megcsinálom, mert minden, és akkor a résznek a legvégén kapnék fekete képernyőt, akkor crash-el neki a játék, vagy lenne valami, tudjátok, mikor már mennék menteni. Hihi, na akkor egy hónapig azt hiszem, nem lenne megint Vice City. Igazából a Vice City-t lesz majd legnehezebb kinyomni 2016 végéig, ugye a San Andreasban már tényleg a finishben vagyunk, még 8 rész, úgy szintén a Mafiában, ott pedig még 3 rész van hátra. Most a hétvégén teszek fel Mafiát, és a Mafia a jövő héten fejeződik be, srácok. Tehát a november 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-as héten. Tehát ezek a napok lesznek a jövő héten. Ezen a héten még felkerül az utolsó két rész majd. Most még a héten valószínűleg vasárnap felkerül ugye a 18. Mafia rész. Igazából most péntek éjjel fogom majd videózni, srácok, hogy szombaton az ilyen nyugi legyen. Tehát szombaton az elmenjen videózás nélkül, mert nagyban fölrakom a lábamat itt a konvektorra, lazítok és töltögetek föl nektek videó özönt. Igazából tényleg elárasztom a csatit, közben milyen utasunk van? Mamóka, ez igen. Valami ránctalanítószerre nem tellett? Nemhogy izé az öreg bor helyett magának vett volna valami cuckombót. Ide jön a rendőrségre? Öha, csak nem feljelentést tehet. Szerintem az is lehet, hogy a papó veri otthon. Vagy nem tudom mitől ilyen, na mindegy. Egy fixálás nem ártana ennek a taxiautónak, mert eléggé gyér állapotban van. Na, szálljon be, lepukkat néni. Úti cél a Kaufman Taxis cég Little Haiti-ban. Na ne. Little Haiti-ban nem szeretünk járkálni, hölgyem. Erről nem tudott? Vagy jobb szereti, ha úgy mondám, hogy uram? Uram! Vagy hölgyem? Vagy mindkettő esetleg. Little Haiti-ban nem szeretünk járni. Mi csóró népek, jaj, ne. Utálom a Haiti bandát, srácok, dögöljön meg az összes. Itt van egyébként a festészet tőlünk jobbra. Lehet, hogy érdemes lenne oda elugrani. És Little Haiti-ban még az FPS is kevés, hölgyem. Maga direkt ki akar tolni velem? De egyébként soha nem értettem, de itt a sok épület, meg nem tudom, az sok ilyen lepukkadt szar. Egyszerűen még a videó sem akarja, hogy ide jöjjek. Valamiért mindig lehúzza az FPS számot, na mindegy. Mivel 5 utas leszállítottunk, ezért kaptunk ki utalomban még plusz 500 dollárt. Ugye minden 5. utas után kapunk egy kis prémiumot. Úti cél a rendőrség, jó.
akkor útba fog esni, kérem szépen, alázatosan a festészet. Úgy is le kell festetni az autót, Fever. Hát remélem, hogy copyright nélkül lezavarjuk. Jaj, basszus gyerekek, majdnem leestem a székről. Azt a rohadt, itt incidensek folynak élőben. Na meg nem csak azok folynak, hanem valami más is. Na jó, nem akarok itt huncutkodni. De igazából srácok, most komolyan jó lenne copyright nélkül lehúzni ezt a négy részt. Igazából nagyon-nagyon ritkán kapok copyrightot. És ez jó, mert a csatorna ugye nincs veszélyben, hogy bármikor letörölni sunyiban a YouTube vagy valami. Mert azért most már szerintem egy pár embernek kicsalnám a könnyeket a szemükből. Most már majdnem 2000 tagból áll a csapat, hogyha egyszer csak eltűnne a csati. Én sem akarom ezt, szóval ezért is kell vigyázni a copyright. Ez jó volt, copyright. Miért ugrott az elém amúgy? Öngyilkos? Vagy what? Kilőtt rám. Jujjujj, jön a família, pat betesó. Kilőttél a kereket, nem hiszem el, úti cél a Havlin Pete motorboltja Daftamba, most megint előbb lefestjük. Miért ütöttek, vagy miért jöttek rám egyszerűen, ezt sem értem meg. Ha srácok, én nem csináltam semmi rosszat, tehát ti szemtanúink vagytok. Elém ugrott a kubai gyerek, hát én bántanám a kubaiakat, én bántani Kubát. Mikor legjobb spanyaim. Én tényleg tisztán becsülöm a kubai bandát. Ők a kedvenc bandám itt a Vice City-ben. Jobban szeretem, mint a saját bandámat, a Versetti bandát. Komolyan mondom, aztán hogy rám engem lőnek. Umberto Robina, szégyeld magadat. Ez is a te hibád. Jaj, haitiak. Óvatosan, azért túlzásokban ne essünk. Emotion. Ó, Miami Vice főcímdal. Úgy érzem, srácok, hogy el fog igazából hamar szállni ez a 2 óra. Nem akarok itt kiabálni minden, de azért jó kommentár mellett szalad az idő. És hát mivel megszavaztatok, így gondolom, rohadt sokan meg is nézitek azért ezeket a részeket is. Mert ez is hozzátartozik a 100%-hoz. Ho! Oké, 108 dollár, tehát vehetjük úgy, hogy ez az út ez ingyen volt, mert most festettem le az előbb 100-ért az autót. Szállj be te is, kollega! Imádom a Miami Vice főcímdalát, de váltsunk, mert nem akarok egy zenét túl sokáig hallgatni. Igazából egyébként van egy dolog, srácok, amivel megkerülöm, megtréfálom a YouTube ellenőrző rendszerét. Ugye, ami föltűnhet nekem, ez főleg akkor tűnhet fel, mikor esetleg telefonon belenézek a saját videóimba, hogy a videóim közepette lehet hallani egy kis búgást, egy kis háttérzajt. Na már most ez a PC-mnek a hangja. Tudom, hogy nem egészséges, hogy hangos a PC-men minden, de ettől függetlenül ez a kis zaj néha jól is jön, mivel ez nagyon be tudja ravarni a YouTube-nak az ellenőrző funkcióját, és hát gyakorlatilag ennek betudhatóan nem érzékeli még a legjogvédettebb zenéket is a YouTube. Tehát a kis háttérzaj mellett nyugodtan mehet. Igazából ez lényegében illegális, tehát ha ezt észrevenné a YouTube bácsi, akkor nagyon szarul járnék, de hát igazából nem járok szarul, mivel hát nem veszik észre. Igazából, ott van minden videóm, tehát ha annyira szigorúan lesnének, akkor észrevennék. Igazából ez nekem nagyon jó, mert ott van Máté, Norbi, a többiek, ugye a srácok, ők nem hallgathatnak a végigjátszás részeikben, egyik GTA-ban sem nagyon zenéket. Mondjuk Norbi általában hallgatja elég hangosan, ráadásul lehet hallani a részekben, mert minden. Máté már nem annyira. Máté nagyon sok copyrightot is kapott ugye a korábbi csatornájára, meg most is mondja, hogy elég sokszor jönnek a copyright. Sokáig tanakodtunk, hogy mi lehet, hogy én meg nem kapom. Igazából Máté jött főleg rá erre, hogy lehet, hogy ez a háttérzaj zavarja meg egy kicsit a YouTube-ot. Hát, annyi baj legyen, én nem bánom, megmondom az őszintét. Ez nektek is jó, srácok, kis zenét is hallgathatunk. És akkor irány Little Havannába, és mindjárt levisszük az első 10 utas, tehát az 1/10-ét lassan letudjuk a taxilásnak. Szinte már nincs is hátra. Motiváljon ez minket, srácok. De egyébként van egy-két nagyon rövid táv. Most se valami messzire kell ezt az úriembert furikáznunk. Igazából, ja. Oké. 10. Akkor keresünk utas, és most kaptunk ugye 1000 dollár prémiumot, mert 10 utas leszállítottunk zsinórban. Szállj be, tesó. Jajaj, nekem ne gyere. Úti cél a pizzéria Daftamban. Na, most egy kicsit nagyobb táv.
ott kell bevállalnunk, de szerintem sokkal jobb ez a taxis mellékküldés itt a másik szigeten, mint az elsőn. Ja. És akkor a következő részben majd, srácok, egyébként, vagyis hát nem a következő részben, hanem majd 4 rész múlva, mert ugye még egyszer mondom, 25-ösönként lesznek föltöltve ezek a Vice City részek, tehát 4 epizód múlva jön majd el az a pillanat, hogy megcsináljuk a Rampage-eket a második szigeten, ugye az első szigeten már megvannak a Rampage-ek, megcsináljuk a második szigeten a Rampage-eket, és aztán abban a részben, vagy az elején, vagy a legvégén még összegyűjtöm a maradék 3 rejtett csomagot, amit így még nem szedtem össze, valamilyen úton, módon 3 rejtett csomagot ugye elhagytam a végigjátszás során. Azokat összeszedjük, aztán azután küldi be, megcsinálom minden ilyen kisebb mellékküldiket a második szigeten. Igazából olyan sok mellékküldi nincs hátra, mert a Vice City-ben alapból nincsen olyan sok mellékküldi, igazából az ugrajtások, na azokkal leszek majd el. Elég szépen, ugrajtások azok elég neccesek lesznek. Úti cél a szerszám bolt Little Havannában. Oki. Akkor irány Little Havannába. Ja, egyébként srácok, ez most lehet, hogy off, nem itt kéne mondom, de most kalkulálok, hogy lehetséges, könnyen megeshet, hogy a San Andreas végigjátszásom több mint 70 részes lesz, pedig én ezeket a végigjátszásokat, ezeket pont kerek résznél akarom befejezni. De előfordulhat, hogy a San Andreasom nem 70 részes lesz, hanem 72 kb. Ugyanis ez annak betudható, hogy ugye még most kalkuláltam, hogy akkor San Andreasban még egy részünk arra fog elmenni, hogy lefújjam a graffitiket, az a 63. akkor anyádnak gyere neki, köcsök Schwarzenegger. Tehát az a 64. akkor a 65. részben megcsinálom a a 64. részben megcsinálom az összes mellékküldetést Los Santosban. Aztán megyünk a főküldikkel, hát olyan sok főküldi már nincs hátra szerencsére, vagyis hát nem szerencsére pont, hogy kár, de nincs hátra. Igen ám, de lesz még egy rész, amiben banda területeket kell elfoglalnunk, és akkor most jut eszembe, hogy még az ugrajtásokat is meg kell csinálnunk ugye a GTA San Andreasban. Tehát akkor most a mellékküldikre, a területfoglalásra és a graffitikre, vagyis hát az ugrajtásokra el fog menni 4 darab, azaz 4 rész. Akkor az azt jelenti, hogy 63., 4., 5., 6., és akkor még 4 rész küldetésekkel fog elmenni a végigjátszás során. Oké, igazából hát meglátjuk, hogy 70 részesre sikeredik-e. A vége felé annyit biztosan tudni kell, srácok, hogy lesznek bitang hosszú részek a San Andreasba, tehát még 2 óra hosszás is. Jajjaj, szálljál be, hobó, nehogy valami gebasz legyen, az úti cél a terminál, jaj ne, miért kell ilyen messzire fuvarozni azt a hajléktalan fenekedet. Szóval, ja, lehet, hogy erre nem most kell volna nagyon trécselni, de igazából most már legalább ezt is kitudtuk. Ezekre jók, ezek a mellékküldés részek. Tudok beszélni a többi sorozatomból, többi sorozatomról is, és nem kell valami külön vlog videó, vagy kis helyzetjelentő videó, hogy erről beszéljek. Ezekben le tudom beszélni, hát ugye jelenleg akkor a Mafia, a Vice City és a GTA San Andreas fut az Imiszkó csatornám. Ugye a GTA 3-at már lezártuk. Emellett még hétvégente, meg úgy nagyon ritkán hétköznap előfordulnak a csatornán live-ok. De hát lényegében a 3 sorozat, akkor abból a Mafiát mondom még egyszer, jövő héten le tudjuk. Marad a San Andreas és a Vice City, és rácok, nagyon nagy lesz a boldogság meg az öröm, hogy minden nap videóval fogok jelentkezni, mert ugye csak 2 sorozat van a csatornán. És akkor az lesz, hogy az egyik nap jön majd a San Andreas, a másik nap a Vice City. Ez lesz, de hát igazából San Andreas-t is szerintem 2-3 héten belül, srácok, bármennyire is fájni fog, bármennyire is nem, 2-3 héten belül befejezzük a San Andreas-t. Egyébként könnyen lehet, hogy még novemberben be fogjuk fejezni, megeshet, és akkor december legnagyobb részében már csak Vice City lesz. Új sorozatot semmiféleképpen nem fogok már elkezdeni 2016-ban. 2017-re rengeteg projekt van hátra igazából. YouTube-on ugye hamarosan, most erre megint kitérnék, YouTube-on hamarosan el fogom érni a 20.000 forintos küszöböt. Erre most őszintén beszélek nektek, srácok, itt videó keretein belül is, meg live-on is szoktam ugye beszélni, hogy én bizony keresek a YouTube-bal igen rendes pénzt. És nem a pénzért csinálom a YouTube-ozást, de hát azért valljuk be őszintén, egy kis prémium kinek nem jön be, és én ezt a kis prémiumot mindet természetesen a csatorna jövőire és arra, hogy minél jobb, minél jobb minőségű és minél
igényesebb videókat tudjak készíteni, fogom fejleszteni. Na mindegy, elég a rizsából. Igazából jelenleg most október hónapban 1100 forint volt össz-vissza bevételem. Igen, ennyi volt. Nem több, nem kevesebb. És akkor gondoljátok el, hogyha én ennyit pénzt kerestem egy hónap alatt a YouTube-bal, de egyébként már volt olyan hónap, ahol 2000 forintot kerestem, az volt eddig nekem a csúcs, augusztus hónap egyébként, 2000 magyar forintot kerestem, az én 1700 valamennyi feliratkozómmal, közben elütöttem egy örömlányt, tesó, te itt jól ülsz mellettem, akkor most gondoljátok be, srácok, hogy egy nagyobb videós mennyi pénzt kereshet a YouTube-bal, nem fogom most neveket mondani, de több százezer feliratkozóval rendelkező úri emberek is vannak a mai magyar YouTube-on, és hát ez az, ami szerintem ronda dolog és csúnya dolog, hogy ők letagadják bizony a nézőik előtt, hogy nem keresnek. A YouTube-ban bizony lehet keresni. De jó, ebben most nem fogok teljesen belemenni, srácok. Igaz, öröm fiú itt mellettem, nem ez ennek a résznek a tartalma. Erről majd lesz viszont szerintem egy külön videó is. Tényleg ez számomra felháborító. Ti tudni fognak mindenről, ami történik a csatornával, őszinteszek mindvégig. És igazából annyi a lényeg, hogy 15.000 valahány forintnál járunk jelenleg, ugye az AdSense, az 20.000 forintnál utal minimum 20.000-et el kell érni, és hát majd természetesen külön videó is lesz, mikor átveszem a 20.000-emet, ugye bankszámlára utalják mondjuk, majd megmutatom papírpénzen, hogy itt van a 20k, gyerekik, és hát ja, akkor az a 20.000 forintos jövedelem az nagyon sokat fog jelenteni a PC fejlesztésben is, ugye, abból a 20.000-ből bizony meg lesz a RAM, tehát 10-valahány ezerért megveszem a 8 giga RAM-ot, a jelenlegi 4-et mindenféleképpen lecseréljük. Sőt, az is lehet, hát ugye a jelenlegi 4-est, azt megmondom őszintén, nem nyílt titok, a jelenlegi 4-est azt oda szeretném adni bátyámnak, és akkor neki is meg lesz a 8 giga RAM-ja, és akkor én venni fogom magamnak 2 darab 4-est. Azt kihozom olyan 12-3-4 ezer forintból maximum, emellett még szükségem lesz ugye egy procira, illetve hát még azért szeretnék alaplapot is cserélni, hát nagyjából olyan 50k kell most a gépem fejlesztéséhez, hát nagyon keveset mondtam igazából, inkább olyan 70-80 ezerre lesz most még szükségem, hogy a PC-met fejlesszem, és hát igazából szépen lassan, aprólékosan fogom menni 2017 elején az alaplap, illetve a RAM lesz megvásárolva, mint új a gépembe. Ugyanis hát azt kell tudni, nekem jelenleg nincsen DDR3-as alaplapom, csupán DDR2-es, és DDR3 alaplapra fogok váltani a tél, illetve az év elején. Emellé pedig jönni fog, társulni fog 8 GB RAM, ami így azt jelenti, hogy ezzel fogom kezdeni az évben a fejlesztéseket. Ez nyilván lényegében több FPS-t jelent, majd jó néhány játéknál és jó néhány új játékot is el tudok kezdeni. Mert igazából elég jó a Vidi kártyám, azt már tavaly megvettem, ugye tavaly arra gyűjtettem. És hát utána egy nagyon erős, de tényleg nagyon erős processzort akarok venni, i5-ön gondolkozok igazából. És hát ja, az majd év közepére, nyárra lesz meg. Ugye jövőre 10-től én ösztöndíjat fogok kapni, havi nettó 15.000 forintot. Igen, nettóban 15-16.000 forint, bruttóban ez az összeg egyébként 20.000 forint, de hát sokra nem megy a vele, nettóban csak 15-öt fogok kapni. Emellett pedig ugye ott a nyári gyakorlat, azzal is fogok jó néhány ezret hozni a konyhára. Szóval 2017-ben minőségi, nagyon minőségi fejlődéseken fog átmenni a számítógépem, illetve a csatornán is rengeteg kiváló minőségű 2016-7-es új játékokkal fogok játszani. Tényleg én már felsoroltam, de hát akkor elmondom még egyszer, hogy mik lesznek 2017-ben. Ugye GTA Vice City Stories, GTA Liberty City Stories, GTA 4, GTA 5, Mafia 2, Mafia 3, igen, ez eddig 6, hogyha jól számoltam, Outlast 2 mindenféleképpen, PES 2017, FIFA 2017, nagyjából igen, 9 sorozatot számlálok összesen, ami terve van véve a 2017-es esztendőre. És hát nagy célom, nem titkolom, 2017-re 4-5000 feliratkozót szeretnék elérni a csatornán. Különösen abban a tudatban, hogy hamarosan 2000-en vagyunk, úgyhogy jövőre már ilyen minőségi játékokkal tudok majd játszani, és tényleg megfelelő 60 FPS-ben az összessel. Nem mondom, hogy full-fullos beállításokon fogok majd mindenben játszani, de hát a Mafia 2, GTA 4 ezekben meg lesz a full igazából, meg a sztoriszokban, PES, FIFA, stb. És hát arra azért úgy gondolom, úgy kalkulálok, hogy azért jó néhány nézőt magammal fogok vonzani,
és hát meglátjuk, hogy milyen szinten indul majd be a csatorna. Ez a jövő zenéje. Most jelenleg még 2016-ban élünk, jelenleg élek és virulok, és ezek a céljaim, hogy ebben az évben még mindenképpen befejezzük ezt a három sorozatot, és mondom még egyszer, nagyon nagy nem titkolt álmom az, hogy elérjünk 2000 feliratkozót még 2016-ban, srácok. Ez nekem nagyon sokat jelentene, hogy a 2000-en összejönnénk. Jó úton haladunk felé, és hát tényleg az a cél, hogy meglegyen. Igen, ennyi. Papa, szeretnél valamit mondani közben itt mellettem? Nagyon szexi bajszod van, de most már távozz innen, mielőtt a haiti, akit kiráncigálnak. Ez igen, haiti utas, gyerekek. Ne bassz. Haiti utas. Na ne. Itt ül mellettem egy haiti. Ős ellenségek vagyunk ezekkel a bandásokkal, srácok. Majdnem beszartam, hogy ezt ki akar ráncigálni, de nem, szerencsére csak egy civil utas. Fú, már közben itt vagyunk 18 utasnál, már majdnem az 1/5-ével kész vagyunk a videónak. És beül mellém ez a civil utas. Hát beszarok. Jól van, papa. Minden oké. Szóval, ja. Ennek a résznek hamarosan a vége az érünk, mivel 25 utasig tart. Úgyhogy igen. A többit pedig majd a következő részben. De hát én nekem nem... Igazából nekem nem számít, hogy ez lesz az a rész, vagy a következő. Tehát úgy mondom, hogy én most ezt a 2 órát ez végigdumálom, és hát majd vágva lesz. Nem lesz vágva a videó, hanem meg fogom állítani. Az igen, Haiti. Ez a... Az autószalom hamarosan az én tulajdonom lesz, úgyhogy ajánlom, hogy ne lopjál semmit. Az egyáltalán biztos haitis bandástak, szerintem az. Nem ilyen civil szarjankó. Öltönyös. Oké, öltönyös is beszállt. Úti cél a stadion Daftanban. Hú, ez nagy távolság lesz, papó. Ezért jó sokat fogsz fizetni. Bár akinek ilyen öltönyre telik, az egy szaros taxisofőrt is ki tud fizetni, megértetted? De most nem a stadionba fogsz menni, hanem utazol egy jó nagyot. Vízbe esünk. Nem, amúgy nem. Ha hülye lennék elcseszni saját magamnak. Így is azt hiszem szét fog menni a fejem, amire elvégzem ezt a részt. De hát igazából van ez így. Shit! Teszek egy kis kiutat ide Haitiba. Little Haitiba. Utálok ide járni, de pont ezért. Szerintem egyébként olyan 2%-ot fog dobni a végigjátszás terén ez a taxizás. Közben pörgetem az összes zenét. Jó, most Fever-t hallgatunk éppenséggel. Daftanba igazából szeretek menni, itt nincsenek különösebben ellenségeink. Motoros bandával jóban vagyunk, ők nem bántanak minket. Más meg itt nem is nagyon települt le Daftanban, most az utcai banda, de hát ők meg itt civilben nem nagyon találhatóak, nem nagyon lelhetőek meg. Azért összeszedtem már pár ezer dollárt ezzel a taxizásra is, és most fogok kapni megint 2000 dollár prémiumot. Elég ügyesen vezetek. Shit! Shit! Wow! 1003 az kéne még, 137 dollár csak sajnos a jutalmunk. Most figyeljétek meg, fölmegyek ide, a következőnek az lesz a úti célja, hogy vigye, oda nem megyek fel, ha hogy menj, komolyan mondom, ilyen kényes utasokat, menjél már innen csokoládé miatt nem tudok fölmenni, inkább akkor a vanília állna utamat, ne a csokoládé, na, ez az, jó van, fölfingottuk magunkat valahogy, szállj be csoki mama, ez az. Oké, az úti cél a szerszám volt. Tudtam, hogy valami ilyen helyre visznek. De őszintén egy ilyen kis egy ilyen kis nyoffat, mama. Mi a szart akar a szerszámboltba? Az öreg nem olyan tökös, hogy ő maga menjen bevásárolni kalapácsügyileg, mert minden. Mama megy el bevásárolni? Ez igen, srácok, most így elgondoltam. Ott leszek nagyba felnőtt koromba, és valószínűleg az asszonyt el fogom küldeni a szerszámboltba. Hozzá már nekem édesem, légy szíves, egy kalapácsod vagy valamit. Gyerekek, ez nem fér meg a fejembe. Egy ilyen őskövület nagymamának mi a szar keresnivalója van a szerszámboltban? Ezt nem értem, na mindegy. De jó, hát igazából fizessem. Többit a szarom le, hogy kit is hova. Tűrű, és a Happy Winning című zene szól. Tűrű, itt refrén éneklés lesz, csak úgy mondom. Tűrű, tűrű, tűrű. Happy winning for a girl like you coming to my life. Yeah, winning.
A girl like you. Na jó, váltsunk el innen. Flash FM. Jó, lassan egy újrafestés nem ártana. Minden még bírja egy kicsit a picike. Akkor kérem a pénzem. $171. Hát, többet is fizetheted volna, van ez így. Kövi, szálljon be, nénike. Figyeld. Azt hittem, hogy mágina stadion. Nem, a pizzériába megyünk most. Oké. Igazából már teljesen berögzült az agyamba, hogy Daftamba megyünk, aztán visszajövünk ide, stb. Stb. No van a touch, I am a touch. Mama, maga is szereti a Flash FM-et? Szemüvegi alapján maga valami elvetemült állat lehet. Remélem, hogy nem terroristával van dolgunk, gyerekek. I'm van a touch, you van a touch. Ezt tudjátok, mikor szopacsad a taxis mellé küldi, itt ül melletted haverod. És akkor 99 utast mondod neki, hogy tesa, én kimegyek egyet húgyozni, légy szíves, addig vidd le az utolsó utast, vagy inkább ne is tudod, mit inkább ne is nyúj hozzá a géphez. Oké, visszajössz, mit látsz? A gyerek kinyomta a kapszulokkal a taxis melléküldit. Ez pedig azt jelenti, hogy azt a 100 utast újra szállíthatod le. Húha, ilyet csinálna velem valamelyik haverom, még a szart is kiütném belőle, gyerekek. Hú, nagyon fölhúzna, mert hogy én mércem, meg nem csinálnám azt a 100 utast. Ez igen, közben valami örömlány növedékült be mellénk. Ez igen. Haja az, egy igazi sörény. Nyilván néhány bolha is letelepedett már benne. Hát komolyan mondom, mi az? Mivel élő halott egy. Úisten, mi ez, rúzs? Akkor azokról a nagy dumbó fülekről inkább ne is beszéljünk, gondolom jó zsírosak is. Happy winning! Még mindig ez a zene szól itt. Na mindegy. Happy winning! Bemegyek festetni egyet. Jajaj, ki ne ráncigáljanak itt. Az kéne még, hogy kiráncigálnak srácok. Hú, de felhúznám azzal magamat. Ha mondom sem kell, hogy tényleg hú, mekkorát rage-elnék. Ti lehet, hogy így örülnétek civilben, hogy nézitek nagyba a videót. Röhögtök egy jót, hogy ez a ratyrambó itt rage-elget. Mit érez ez ilyenkor vajon? De én nem röhögnék annyira. Jó persze, hogyha más csinálna, Máté, Norbi vagy valamelyikük csinálná a taxizás videóra véve, és mondjuk 90 utasnál kiráncigálnák, hát dörzsölném a tenyerem és röhögnék egy jót. Na jó, nem, amúgy nem lennék ekkora köcsög, én biztos együtt éreznék vele, mint GTA végigjátszó. Mert tényleg szar érzés, srácok. Most is itt vagyunk már 23 utasnál, de már ez felbaszna, hogyha most cseszném el, mert még ezt az utas, meg a következőt leszállítjuk, és akkor ez a rész letudva. És lényegében ez azt fogja jelenteni, hogy 25 utasunk megvan, tehát az egy negyedével megleszünk. Még négyszer ennyi vár rám, srácok. Még nem száradtam ki, de már fáj a torkom. És ma még sok-sok videót föl fog venni, szóval, ja. Na mindegy, van ez így, valahogy bírni kell az ütemet, valakinek bírnia kell ezt is. Fuck you. Jajaj. Hú, nagyban befért ide éppen, hogy a seggünk. Jajaj, na itt kéne ráncigáljanak. Nem merek megállni, gyerekek. Én nem merek megállni. Esetleg, ha elgázolom őket. Szállj ki, papa! Azaz, gyorsan el innen, srácok, még mielőtt valami baj lesz. Szálljon be! Szálljon már be, mit körbefutkod, mit csinál? Jézusom, nem itt kéne, fitness norbizni. Vagy mi volt az régen? Az a dagadtaknak szóló műsor, amelyben valamilyen Norbi ugrált. És a dagadt nők azzal akartak lefogyni. Hú, Fitness Norbi? Nem Fitness Norbi, nem jut eszembe a neve, na mindegy. Ti biztosan tudjátok, hogy miről beszélek. Nagymamámnak is volt olyan, bevallom őszintén, aztán arra ugrált, én meg kiröhögtem, hát taglife-os kiskölyök voltam én már annó 70-ben. És hát akkor most letudjuk ezt a kis asszonykát, és akkor ezzel lezárjuk a mai részt, srácok, ami remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, folytatás egy napon belül, Imiszkó pedig megköszi a figyelmet, sziasztok!